Pozitív tapasztalatokról számolt be a kezdeményező jelleggel indult kakasdi forgatagról Selné Simcsik Orsolya, a település polgármestere. A vásáron részt vett Potápi Árpád János államtitkár, a térség országgyűlési képviselője is. Először van itt a Kakasdon, a Faluház parkolójában egy ilyen őstermelői vásár, nem volt még ilyen Kakasdon, és úgy tűnik a forgatagból, hogy egy jól sikerült rendezvényről van szó. Kiegészítettük ezt pár további rendezvényel, ez pedig kavicsfestés volt. Kakasdon volt egy ilyen kezdeményezés, hogy kőkígyó, kakasdi kőkígyó, és azt gondoltuk, hogy minél hosszabb legyen ez a kígyó, a gyerekeknek lehetővé tettük, hogy itt is köveket, kavicsokat fessenek, és Kakasdon akkor két könyv is megjelent, Rétiné Jutka néninek a könyvei, a Székely és Váb konyháról, és ebből választottunk ki egy receptet, és pedig a lángost, és azt készült el, és azt kóstolhatják meg, aki ide látogatók. A lángosok olyannyira népszerűek voltak, hogy több mint 300 darab el is fogyott belőlük a dél előtt folyamán. Délután pedig ide látogattak hozzánk a Radiborból, a testvértelepülésből az öreg fiúknak a foci csapata, és ennek zárásaként pedig egy zenekar, a Band of Swiss jön hozzánk, és nyújt nagy élményt az odalátogatóknak. Környékben már volt több őstermelői piac, és a kakasdiak nagyon sokan odalátogattak, és több piacon én is részt vettem, és azt gondoltam, mint polgármester, hogy egy ilyen biztos népszerűségének örvend majd itt Kakasdon is, és bízunk benne, hogy ennek lesz folytatása. Nyilván helyi termelőket szólítottunk meg ide a helyszínre. Itt van a Sebi Hús, aki a kakasdi hústárulja, aztán jöttek sajtárusok, jött mézes, fürtojással jöttek ide, kézműves termékekkel, a kakasdi cukrászdát megtalálhatjuk itt a finom termékeivel, amik készülnek itt mellettünk a cukrászdába, és sorolhatnám. Kézműves a csatókerámia, akinek szintén kakasdi kötődése van, tehát próbáltuk úgy, hogy helyi legyen, de nyilván mindenkit szeretettel várunk, hogy a későbbiek során részt venne egy ilyen rendezvényen. Fontos lenne visszatérni az egészséges és házilag előállított termékekhez, fogalmazott a polgármester. Nem vagyok cicás, de ez olyan cuki, hogy muszáj. Ez olyan cuki, hogy belehalok, mint a grúba, tudod. A kakasdi forgatagon 100%-ban természetes összetevőket tartalmazó kézműves szappanokat is lehetett vásárolni. Se kőolaj származékot, sem tartósítószert nem tartalmaz. Illóolajokban is csak a természeteset és a különböző olajok is, akár az olívaolaj, se a vaj. De van olyan is például, mint a régi időkben, ugye középkorban is csak sertészsírból készültek, úgyhogy vannak hagyományos szappanjaink is. Nagyon szeretnénk azt, hogy az ökovonal, például akár a régi mosószappan is, ami állati zsiradékokat tartalmazott és lúgott, tehát hogyha most megfognék egy mosószappan, és beledobnám éppen a Dunába, akkor természeti környezetszennyezést nem okoznék vele. És szeretnénk azt, hogy a csatornákon is, ami ugye lefolyik, az környezettudatos legyen, és ezáltal ugye a bőrünkre is, amit kenünk, vagy éppen a hajunkat mossuk, nagyon fontos lenne, hogy minél több vegyszert mellőzzünk. Úgyhogy mi erre törekszünk, és ezt szeretnénk terjeszteni, hogy a természetes összetevő dolgokat válasszák az emberek. A párom csinálja a szappanműves a szappanokat, vannak hideg eljárású szappanok, és vannak főzött eljárású, ugye melegkészítéssel. És ugye a hideg eljárásos nem kell főzni, hanem az összetevőket kell úgymond összekeverni, amire ugye sok webáruházban vannak ilyen kész alapok, de aki ért hozzá, és megnézi az összetevőket, sajnos nagyon-nagyon sok olyan dolog van, ami kivetni való, ezért ő saját maga válogatja hozzá össze az alapanyagokat, és úgy állítja össze. Nagyon sok a pozitív visszajelzés, hiszen a saját bőrükön tapasztalják meg. A szappanműves mindig azt mondja, hogy nem a szappanban van a varázslat, és nem egy csodaszer, hanem az a csodaszer, hogy pont ezeket a vegyi anyagok nem kerülnek rá a bőrre, és ezáltal az olajok tudják hidratálni, megújítani azt a bőrt. Úgyhogy igazából ezeknek az elhagyása a varázslat, és ahogy látom, és tapasztalják az emberek is, sok-sok visszatérő vásárlónk van, mert tényleg olyan a bőrük tőle, amit várnak egy kézműves szappantól. Egy másik árus grábócról akác, hárs, repce és napraforgó mézekkel érkezett.
mindig megyünk, ugye azután a növény után, ami éppen nyílik, kezdődik a repcével. Most éppen az akác szezon van, a férjem jelenleg is a méheknél van. Utána a hás szokott következni, aztán pedig a napraforgóval zárjuk a szezont, és néha van még ősszel egy ilyen kis szolidágó, illetve vegyes virágmézünk is. Az elmúlt években azt látom, hogy egyre többen érdeklődnek a mézek iránt, illetve mi például nagyon igyekszünk a természetességet hirdetni, például abban, hogy a mézek idővel kikristályosodnak, úgyhogy a napraforgó mézünket például nem folyékonyan vegyes virágmézként áruljuk, hanem kristályos, gyönyörű, szép narancssárga formában. Hát a mézünk otthon is kikristályosodik idővel, és hogy tudjuk azt, hogy ez nem egy probléma, hanem ez egy teljesen természetes folyamat. Másrészt pedig igazából a kristályos formában, tehát a magak természetes formájukban őrzik meg leginkább a vitamin és ásványanyag tartalmukat.